Azt kellene mondanom, hogy jó napot kívánok, de hát ilyen éjszakában csak azt mondhatom, hogy jó estét kívánok a kedves nézőknek. Nagy körülbelül jelentkezünk, és azt is bevallom őszintén, hogy mi már reggel óta forgatunk, tehát eddig vagyok élményekkel, mert hogy ez a Jász-Nagykun-Szolnok megyei település egyszerűen egy kincses bánya. Most már, ahogy mondom, a nap végén vagyunk, annyi cseresznyét ettünk, hogy önök el nem tudják képzelni, mert hogy ez az ország cseresznyés kertje, és most visszafelé megyünk majd az időben, tehát este kezdjük, és egyszer csak az adás végére elérünk reggelig. Tartsanak velünk! Ám mielőtt belemerülnénk az éjszakai cseresznyepiac forgatagába, csak mondjunk pár szót a helyszínről, Nagykörűről. Szolnok és Törökszent Miklós között fekszik ez az alig 1600 lakosú település. Nevét arról kapta, hogy hajdan majdnem teljesen körbevette a Tisza folyó, vagyis a Nagykörből jött a Nagykörű. A folyó szabályozása óta ez már nem így van, de a Tisza és a falu együttélése azóta is megmaradt. Komp jár rajta, ráadásul nem is akármilyen, hanem kötélen húzott. Azután itt működik az egyik legkedvesebb szabad strand mind közül, ahol valaha már jártam. A falu takaros utcácskákkal fogadja a vendégeket, no meg egy szépen megőrzött templommal. És ne feledjük, hogy itt terem az ország legfinomabb cseresznyéje, vagy legalábbis a legfinomabbak egyike. Elképesztő, hogy az ember bármerre jár, mindenhol cseresznyefába botlik. Van belőle a portákon, van belőle az utcákon, meg úgy egyáltalán mindenhol. Rá is kérdeztem a település polgármesterétől, hogy mi lenne Nagykörűből cseresznye nélkül. Azt gondolom, akkor valami más találnánk, de nem feltétlenül Nagykörű választotta a cseresznyét, hanem a cseresznye választotta Nagykörűt. Én azt gondolom, ez egy olyan klíma és olyan helyen van ez a település, ami én azért elég nagy rálátásom van az országban lévő cseresznye ültetvényekre. Nagyon sok termelő összetenni a kezét, hogyha ennyire biztonságosan lehetne, és ilyen jó minőségben lehetne cseresznyét termelni, és alapvetően azt kell, hogy mondjam, egy viszonylag alacsony költséggel, mint ahogy Nagykörűben ezt megtehetjük, ugye gyakorlatilag szinte nincs olyan évünk, amikor itt ne lenne egy legalább egy közepes termés, szembe azzal, hogy más ültetvények időnként nullásak, tehát kihagynak teljes mértékben. Úgyhogy próbálunk egy picit a cseresznye mellé felfejleszteni egy gasztroturizmust, próbálunk ugye ez a slow food-tól kezdve, illetőleg a rendezvényeken mindig valami más tematikájú ételek vannak készítve. Szeretnénk az idei évben egy pályázatot benyújtani a strandfejlesztésre. Nekünk az egy rettenetesen jó fejlesztési lehetőség, egy jó adottsága a településnek. Szerintem a középtiszai szakasznak a legjobb strandja. Egy nagyon szép lankás, homokos plázs van, hogyha a víz szint megfelelő. Ezeket szeretnénk mindenképpen fejleszteni. Szóval cseresznye nélkül is meglennének, de így azért jó. A falu egyik legfontosabb tere időről időre benépesül egy-egy éjszakára. Ilyenkor kijön a település apraja nagyja, de eljönnek más településekről is, hogy megvásárolják a jóféle nagykörűi cseresznyét, amelynek amúgy rengeteg fajtája van, és néhányat most én is megkóstoltam. Vessük be hát magunkat a piaci forgatagba, és kérdezzük meg az árusokat, hogy mit hoztak, és miért szeretnek Nagykörűben lenni. Mondja meg nekünk, hogy mitől jó a nagykörűi cseresznye. Hát itt már ez egy több évtizedet tartó hagyomány, nálunk a termőföld, ezt mondták, hogy itt a legalkalmasabb, ez a homokos talajtól lesz ilyen ropogós, mert nagyon finom, ezt meg kell kóstolni, és akkor... Na jó, akkor ha megengedi, akkor megkóstolom, hogy milyen. Kifordulok, ez a Germersdorfi? Ez a Carmen féle cseresznye. Gyönyörű, szép. Iszonyat édes és nagyon jó a húsa. Igen, ez a jellegzetessége. Itt mindenki termel cseresznyét Nagykörűben? Nagyon sokan foglalkoznak vele. Megnézhetem azt a bizonyos Germersdorfit is? Akkor átjövök a másik oldalára. Igen, ez még keményebb, mint a másiknak a héja. Nekem ez a kedvencem, bevallom őszintén. Hány fájuk van? Hát körülbelül olyan 2000 körül lehet, 3 hektár területen.
2000 fa? Igen. Atya úristen, hány embernek ad az munkát? Hát így mi ezt a család csinálja. Itt a testvérek, szülők, ez egy ilyen hagyomány nálunk. Már ezzel foglalkozunk több évtizede. Csak akkor még negyed hektár volt, aztán szépen fejlődtünk, haladtunk. És most itt tartunk jelen pillanatban. És mit szól hozzá, hogy ilyen sokan vannak itt ezen a rendezvényen? Nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan jöttek. Ez is azt jelenti, már évek óta itt van ez, egyre többen jönnek, és reméljük, hogy ez így is marad a jövőben is. Azt mondta itt előbb az úr, hogy nagy körülben a legfinomabb a cseresznye az országban, ez így van? Hát, én szerintem mi nekünk is van cseresznyésünk. Sok helyen ettem már, úgy gondolom, hogy mi nálunk. Sok munka van egyébként a cseresznyével, vagy ez egy könnyen termő fajta? Hát aki benne van, csak azt tudja. De nagyon sok. És milyen ez a kis piac? Ez egyszeri alkalom, vagy máskor is van ilyen nagy körülben? Hát ugye sorban vannak a rendezvények, és központban a cseresznyével. Önnek van kedvenc cseresznyefajta? Nekem ez a Germersdorfi például rettentően ízlett. Hát itt van a Carmen, ami hasonlóan ugyanolyan nagyszemű. Ez is édes, de viszont a Germersdorfi édesebb, és finomabb is egy kicsit. És milyen pálinka van a cseresznyéből? Az még jobb. Egyetért a fiatal emberrel? Természetesen igen, megmondom őszintén, hogy ez az igazi Germersdorfi, ez a szív alakú. Én megmondom őszintén, itt vagyok 54 éves, és 40 éve csinálom ezt a dolgot. Ez ilyen apáról fiúra szálló itt nagy körülben? Igen, a szüleim neveltek ebben a dologba, és megkedveltem én is. Földeket vásároltam, újra telepítettem, és hál' Istennek jó. Újabb cseresznye árushoz érkeztünk, szintén nagykörői lakos? Igen. És mióta foglalkozik cseresznyével? 2007 körülbelül, de a család az úgy 20-25 éve. És amikor először mondták önnek a családban, hogy hát kisányom, kéne cseresznyét szedni? Én önmagam jöttem ide. Ide mentem férhez. Aha. És előtte látom, foglalkozott cseresznyével? Nem. Bármi mezőgazdasággal? Igen, mezőgazdasági végzettségem van, úgyhogy így összekötöttük a kellemest a hasznossal. Sok munka van a cseresznyével? Rengeteg fizikai munka van vele, egész éves program. És milyen itt nagy körülben élni? Ugye mi turistaként jöttünk ma, azt láttuk, hogy rengeteg fa van, csodálatos a Tisza, nyilván aki itt él, ennél többet is lát. Hát igazából azért fejlődhetne még a falu, gondolom akkor látták a közlekedést, utakat, tehát vannak problémák, viszont minden évben egyre jobb és egyre több vendéget hívhatunk ide. El tudja adni a cseresznyét? Nagyjából igen, mindig problémás az eleje főleg, de ugye mi nagyba dolgozunk, tehát ez csak ilyen, itt vagyunk, jól érezzük magunkat. Főorvos úr, kérem, sziasztok! Akik nem tudják, azoknak mondom, hogy Szolnok megyeik legjobb sebésze vele szemben. Szervusz, örülök, hogy ezer éve nem láttalak. Mit szólsz ehhez a vásárhoz? Óriási, nagyon tetszik. Először vagyok itt egyébként, de nagyon tetszik. És a cseresznyét szereted? Persze. Azért is jöttünk, hogy veszünk cseresznyét, meg meggyet akarunk. Tudom, sebész nem dietetikus, de egészséges étel a cseresznye? Egészséges. Nagyon jó. Főleg a cseresznye. És a cseresznye pálinka? Hát azt nem szeretem. Bongo la, bongo cha cha cha, parla mi de Sudamerica. Quello che dicono laggiù, forte sa forte se non la più. Oh bongo la, bongo cha cha cha, è davvero così fantastica. Hamarosan folytatom beszámolómat a nagykörűi éjszakai cseresznyevásárról, de előbb járjunk annak utána, hogy miért éppen ez a település lett Magyarország egyik legnagyobb cseresznyés kertje. A magyarázatért elmentünk Fenyves Attila házába. Egyrészről azért, mert maga is őstermelő, másrészről pedig azért, mert tagja annak a petrovai családnak, amely nélkül ma nem lenne sok ezer, vagy tán tízezer cseresznyefa nagykörűben. Ugye nagykörűben vagyunk, a cseresznye ős hazájában, a cseresznye faluban, ahogy mi hívjuk. Tulajdonképpen a Germersdorfi cseresznye tette nagykörűt híressé, és azon a tényen, hogy a Germersdorfi cseresznye tette híressé, azt értjük, hogy a Petrovai György által, a gróf Petrovai György által elindított gyümölcsészet innen mondhatjuk, hogy erről a pontról indult,
ha ez egy kicsit nem is igaz, mégis közel van az igazsághoz, hiszen az egykori petrovai birtoknak, a 25 holdas petrovai birtoknak tulajdonképpen a sarkában állunk, abban a kúriában, amit Petrovai György a lányának, Margitnak és férjének, Farkas Andrásnak vásárolt, és hát tulajdonképpen ők itt éltek, és egészen az ők leszámazottaik a mai napig tulajdonképpen birtokolják ezt az épületet. Az egykori 25 holdas petrovai birtokból ma 4,5 hektár, szerintem a legnagyobb belterületi kertek egyike, az, ami a család birtokában van. Ezt 60 éven keresztül az én apósom művelte, és hát tulajdonképpen mondhatni megörökölve az ő munkáját, műveljük mi ezt a területet. Ebben az épületben fantasztikus dolgok történtek, hát Petrovai György is nyilván sokszor járt itt, mielőtt elhagyta volna 1906-ban nagykörűt, és vissza nem ment volna a Máramarosszigetre, ahonnan a családja származik eredetileg. 1916-ig, 10 éven keresztül ő Máramarosszigetre levéltárnokaként élt Máramarosszigeten, egy nagyon becsült tudós ember volt egyébként. A faluban is úgy tartották, és Máramarosszigeten is úgy tartották őt nyilván. Ő egyébként foglalkozott heraldikával, foglalkozott családfakutatással, gyümölcsészettel, egy igazi polihisztor volt. A haláláról a Máramarosziget egy nagyon tisztes hangvételű megemlékezést tett, ez a kópiája ennek a újságnak itt van nálunk, és hát itt mögöttem látható a fénykép, az egyetlen fellelt fényképe, amit valaha találtunk Petrovai Györgyről. Itt előttem ezen az asztalon egy-két izgalmas érdekesség van. Egyrészt Petrovai György saját kézírásával egy-egy feljegyzés, ami a kertről, ami a ő munkásságáról szól, munkásságával kapcsolatos. Aztán van egy nagyon-nagyon érdekes nyilvántartó könyv, amiből nagyon sok darab volt valamikor nyilvánvalóan, hiszen 1870-től, amikor ő átvette itt a örökölt birtokát, 1906-ig ő tulajdonképpen folyamatosan építette, fejlesztette azt a gyümölcsfaiskoláját és minden egyéb növényiskoláját, amelynek a palántáit, amelynek a növendékeit ő árusította szerte az egész egykori Nagy-Magyarország területére, akár személyesen ideérkező vásárlóknak, akár postai úton is megküldte őket. Ez az egyetlen megmaradt kötet, ez 1905-ből származik, az 1905-ös év egyik nyilvántartó könyve. Hát onnan tudhatjuk, hogy mit vesztettünk egyébként mi az elmúlt évszázadokban. Hogyha ezt a könyvet meglapozgatjuk, egy kicsit megsimogatjuk, megszagoljuk, megnézzük, és elfelejtjük, hogy a gyerekek hogy összefirkálták az elmúlt évtizedekben, akkor azt találjuk például, nem akarom nagyon húzni az időt, hogy 1905-ben, ebben a mintakertben fizikailag 534 féle körte csemete volt. Féle. Nem darab, hanem féle. És ha eljátsszuk ugyanezt almával el tudunk menni 384-ig, szilvával el tudunk menni 180-ig, cseresznyével azt hiszem, hogy épp akkor 67 féle cseresznye volt abban az évben. De itt nyilván tartotta a szeszfőzdének, a szőlőbirtoknak a mindenféle fajtáit, a szeszfőzdének a bevételét. Nyilván tartotta, hogy melyik gazdának, nagykörűi gazdának, milyen típusú gyümölcsfa csemetét adott. Egyébként innen indul a nagykörűi gyümölcsészet, hogy Petrovai György tudósként és hihetetlenül elkötelezett gyümölcsészként, kertészként, ő felfedezte azt, vagy felismerte azt, hogy ez a löszös ártéri öntési talaj, ez a gyümölcsnek tökéletes, és ahelyett, hogy a gazdák az itt szerte növő mindenféle vaddan termő gyümölcsöket, szőlőt, egyebeket termeszteik csak a saját szórakozásukra, vagy saját kis hasznukra, ahelyett azt szorgalmazta, hogy kezdjenek el úgy foglalkozni gyümölcsészettel, hogy abból igazi haszna legyen a családjuknak, és ezért ingyen adta az általa kifejlesztett, és aztán megtalált, legjobbnak minősített Germersdorffi nemesített cseresztefajtát. Tehát igazából nagykörű, ugye a Germersdorffi cseresztéről lett híres, ami ugye már évek óta hírvédjegyes, ugye a Hagyományok Ízek Régiók védjegyet elnyerte,
És nagyon-nagyon nagy örömünk, hogy borzasztó komoly munkálatok után úgy néz ki, hogy ha augusztus 2-áig az Európai Unióban egyetlen ország sem tesz kifogást ellene, akkor augusztus 2-ától egy nemzetközi Európai Uniós földrajzi eredetvédettséget fog a nagykörűi ropogós cseresznye. Tehát nem a germersdorfi fajta, hanem minden olyan cseresznyefajta élvezni, amely nagykörű földrajzi területén érik, itt növesztik, itt dolgozzák fel. Szóval onnantól már nem csak a szájhagyomány révén lesz kiemelten különleges a nagykörűi cseresznye, hanem hivatalosan is. Amúgy elképesztő volt járni a község utcáit, amerre a szemmel látott, mindenhol cseresznyefát láttunk. Sok helyütt nem is a kerítésen belül, hanem kint az utcán, például a nagykörűi templom mellett. Vicces volt a dolog, mert amíg operatőr kollégám a drónját reptette, hogy minél jobban meg tudja önöknek mutatni a takaros kis templomot, én megpróbáltam lelegelni a templomkert fáid. Persze nem sikerült, pedig komolyan mondom, hogy igencsak serénykedtem. A templom egyébként azért különleges, mert vannak olyan kövei, amelyek már 1330-ban megvoltak. Aztán jött a török, jött az árvíz, és az eredeti épület 1776-ra nagyon leromlott, újat kellett építeni. 1785-re lett kész, vagyis a mai ház közel 240 esztendős, legalábbis a földszinti része, mert a tornyot később építették hozzá. De azt megelőtték a II. Világháborúban. A mostani tornyot végül 1994-ben építették, remélve, hogy ez már örök időkig a település fölé emelkedik majd. Na, de most irány vissza az éjszakai cseresznyevásárba, ahol a riporter ezúttal nem bort, hanem a vásár nevének megfelelően cseresznyét kóstol. Az a helyzet, hogy itt most a termelők azt mondták, hogy ők nem szeretnének beszélni, ám de csináljunk egy jó kis cseresznye kóstolást a borkóstolás mintájára. Ennek, ha jól olvasom, Technován a neve. Na nézzük akkor, milyen a Technován cseresznye. Az már messziről látszik, hogy jó nagy szemű, jó fekete. Jól kihúzom belőle a szárát. Egybe kijön a magja. Ez akkor, mint egy kisebb paradicsomot ettem volna, csak sokkal-sokkal édesebb. Na nézzük akkor a... Sokkal lédúsabb, ez a kárment. A kárment, ami ugye állítólag édesebb lesz és lédúsabb. Hát kárment tudjuk a bizé óta, hogy fontos. Ennek is egybe kijön a magja. Ez olyan, mint a meg lenne cukrozva, annyira édes, komolyan. A germersdorfi, a cseresznyék cseresznyéje, hallottam. Egy szúnyog is érdeklődik, de nem adok a cseresznyémből, hiába. Mint a bécsi virsli, úgy roppan az ember szájában. Elképesztő. És akkor még helyezzük be egy kis meggyel, hogy ne olyan édes legyen a szájában. És a megy, hát ilyen fekete megyet velénk a jársákban nem nagyon láttam. Ebből már így kijön a mag. Ez a megy, ez meg rétesért kiált, komolyan mondom. Elképesztő, elképesztő. Fiatalember egyébként már találkoztunk a Gundel étteremben, a hazahúzóban. Mit csináltál te ott? Én ott dolgozom. Na, a Gundel a világ egyik leghíresebb étterme. Hogy kerül egy gundeles ide? Én nagy... születtem, úgyhogy innen származom, azért hazajövünk minden évben cseresznyét szedni, és visszük a Gundelbe, szörpöt készítünk belőle, és a séfünk kitalálta, hogy salátát fog. Cseresznyés salátát zöldségekkel, mint egy mozzarella saláta, csak cseresznyét tesz majd rá is. Ezt megálmodta, úgyhogy ezt fogjuk majd a Gundelbe elkészíteni. Azt szokták mondani, hogy a cseresznyét egy dologra nem lehet elhasználni, pálinkára, azt meg kell lenni, vagy főzni kell belőle lekvárt. Egyetértesz ezzel? Nem, mert a garázsunk tele van pálinkával, szóval. Nem, mi főzünk belőle bőven pálinkát.
És egy nagy körülbelül Budapestre felszármazott fiatalember, ha hazajön ide, akkor megdobban a szíve, mert szerintem ezt a falut nem lehet nem szeretni. Hogyne, cseresznyevirágzáskor mindig jövünk, mert akkor gyönyörű, szedéskor meg kötelező, mert anyukám ránk parancsol, hogy szedjük a cseresznyét. Na de az nem zsenán egy gundeles embernek cseresznyét szedni? Nem, imádom. Meg hát eszünk közben rengeteget, szóval igen. Ez hazug, mi szeretünk cseresznyét szedni. Most éppen a háttérben zajlik egy másik cseresznye kóstoló. A hölgy sokat szeretne vásárolni, és megnézi, hogy éppen melyik milyen. Bocsánat, hogyha le tetszett nyelni, milyenek a nagykörűi cseresznyék? Isteniek. Honnan tetszett jönni? Budapestről. Emiatt a rendezvény miatt? Nem. Valami más szabadság? Én a kisfiamnak a 9. szülinapját ünnepeljük így 3 kis barátjával, családdal. És akkor ellátogattunk ide, mert a házigazdák ajánlották a programot. Egyébként tényleg komolyan kérdeztem, hogy mennyiben más ez a cseresznye, mint amit mondjuk mi Budapesten veszünk a valamelyik boltban. Teljesen őszintén mondom, hogy nagyon rég ettem ilyen jellegű és ilyen finom cseresznyét, ami ennyire egészséges, ilyen nagyszemű és ilyen édes. Akkor már megérte lejönni. Ez így van. Szuper. Melyik egyébként a legfinomabb az eddigiek között? Ezt a kettőt kóstoltam, eddig ez a nyerő nekem. Jó. Hát a Carmen már megkóstolt, és még a Technovám van hátra, és akkor utána választ. Maradok. Igen, a Carmennél. Egyébként az éjszakai vásár hangulatát szavakkal nehéz visszaadni. Teljesen megtöltötték a kis teret az eladók és a vevők, ami azért volt meglepetés, mert ugyanekkor rendezték a közeli Szolnokon a megye egyik legnagyobb fesztiválját. Egyébként nem csak cseresznyét lehetett itt kapni, hanem mindenféle mást is. Csányi Sándor, vagyis a Gulyás király erre az estére beállt tepertős pogácsát sütni. Alapvetően van nekem egy receptem, és egy pogácsa receptem, amit véletlenül jöttem rá, és épp szeretik az emberek. És ezt én most már sütöm, hát barátoknak főleg, meg ilyen szép kis piacon, mint ez a nagykörűm, ezt én nagyon imádom. Egyébként az egyesületnek tagja vagyok, meg ugye látható, hogy a Gulyás király vagyok Magyarországon. Egy órával később visszamentünk, addigra már meg is sültek a pogácsák, és megbeszéltük a televíziós főző műsorokból jól ismert Gulyás királlyal, hogy másnap találkozzunk újra, de már ne ezen a téren, hanem a Tisza partján. Csányi úr állta a szavát, eljött és egy elképesztően finom harcsapörköltet bográcsozott nekünk. Erről bővebben következő nagykörűi adásunkban, most viszont szólaltassunk meg egy fiatal párt. Előtted cseresznye és süti, gondolom a kettőnek van összefüggése. Így van, cukrász vagyok és kistermelő is. És idevalósi vagy Nagykörűben? 3 éve vettem házat Nagykörűn, úgyhogy 2 éve vettem át a kártat ezen belül, és a kettőben az az összefüggés, hogy amit megtermelek, azt töltöm bele a süteményekbe. Előtte hol laktál? Ez egy nagyon bonyolult témakör, de 10 évet voltam Sopronban, voltam Londonban is 4 évet, meg alapvetően környékbeli vagyok. Jászas-Oszán-Györgyi származású vagyok, utána éltem Szászbárkán is, mert édesanyám még oda költöztek, utána kezdődött Sopron, utána London, azóta meg itt vagyok, hogy haza. Akkor rád lehet mondani, hogy országot, sőt világot látott ember vagy. Miért döntöttél úgy nyilván, ha valaki házat vesz, akkor ott hosszú távra gondolkodik, hogy Nagykörűben telepszel meg? Nekem nagyon megtetszett ez a környezet, ami itt található, illetve maga ez az egész cseresznyés dolga engem vonzott, úgyhogy úgy gondoltam, hogy kipróbálom. És egy cukrász hogy áll hozzá a cseresznyefákhoz, azért ez egy kicsit más szakma? Alapvetően én Sopronban természetvédelmi mérnökként végeztem, szóval a fákhoz van egy kis affinitásom, úgyhogy így jött a kertészeti vonal, illetve a cukrászati vonal az már adta magát, ugye, hogy a cseresznyét azt föl is kell dolgozni. Na, avasd be egy picit csak, tényleg csak úgy, hogy megértsük, hogy hogyan lehet a cseresznyét beépíteni a cukrászatba. Többféle nézőpont van ezzel kapcsolatban, alapvetően nyersen is föl lehet őket dolgozni, lekvárt lehet belőle készíteni, illetve többfajta technológia létezik, még én ezt a kettőt szoktam, tehát ebben van nyers is, illetve már feldolgozott cseresznye, a többi az meg maradjon szakmai titok. Megkérdeztetem, hogy az életed párja van mellette? Így van, pontosan 3 hete kértem meg a kezét. Úristen, és igen tetszett mondani? Igen. Sokat gondolkodott előtte? Nem kellett sokat gondolkodnom, úgyhogy... Akkor egy rendes ember? Igen, persze. Szintén cukrász? Nem, én igazából végzettségemet tekintve óvónéni vagyok.
És itt is fog dolgozni az óvodában, nagy körülben, mert van? Nem, már nem dolgozom óvónéniként, igazából Szolnokon dolgozom, a kormányhivatalban. Aha, értem. És mit szól a cseresznyés sütikhez? Szereti, amit a jövendőbeli párja készít? Én nagyon szeretem őket, igazából olyan finom ízűek, úgyhogy nagyon, meg nagyon szép a cseresznye itt Nagykörűn, úgyhogy én igen, én szeretem. Amikor erre járok Nagykörűben, akkor mindig föltűnik ez a csodálatos kemence. Mit kell erről tudni? Hát ez a falu kemencéje. Itt elég sok minden sül. Most történetesen kenyérlángos és cseresznyés rétes sült benne. Egyébként hogy kell bánni egy ilyen kemencével? Ugye gyerekkorunkban rengeteget tanultunk róla irodalom órán, de mi már használni nem használtuk. Hát azért ezt előre föl kell fűteni elég komolyan, hogy megsüljön benne a portékánk. Egyébként nagyon gyorsan sül, hogyha megfelelő hőmérsékleten van, akkor 6-7 perc alatt megsül a rétes. Tehát nagyon gyorsan sül benne minden. Mennyire népszerű ez a hely? Tehát most ugye ünnepség van, nyilván most nyitva van, de egyébként is van olyan, hogy működik? Igen, van úgy, hogy olyankor is készítenek, amikor kisebb rendezvények vannak, és akkor itt látványként be van gyújtva, pogácsát sütnek benne, vagy éppenséggel kenyeret. Volt már ilyen is. Mi a nagykörői cseresznye titka? Hát a klímája miatt a világon a legjobb, vagyis már itt Magyarországon a legjobb. Nagyon jó klímája van, és nagyon-nagyon finom. Ezt aláírom, mert már mondjuk másfél kilót ettem eddig. És mitől jó egy kenyérlángos? A kenyérlángos? Hát a titok az, amit mi beleteszünk saját magunk. Mindenki másképpen készíti. A gyerekkorom jön vissza, hogy lenézek ezekre a szőnyegekre. Nálunk volt egy rongy szőnyeg szövőmester, Hegedűs József mester, aki rengeteg ilyet csinált. De ez egy nagyon nehéz munka azért. Nem könnyű. Könnyű iparnak hívják, de nem könnyű. Mióta tetszik csinálni? 13 éve. Először hobbi, de igazából félig meddig most is. Megpróbálok egyedieket, mert rongy szőnyeget majdnem mindenki tud szőni. Csíkosat, nagyon sokan is csinálják, de átültettem egy kicsit a modern világot. Nagyon azt szoktam mondani, hogy ehhez egy kicsit őrültnek kell lenni. Mennyi idő alatt készül el egy szőnyeg? Ez az, amit nem tudok, nem számolom a percet, az órát, egyáltalán nem. Erre mondtam, hogy kicsit művész éleknek kell lenni, őrültnek. Honnan jött egyébként? Én Nagykörű vagyok. Ja, hogy helybéli. Milyen itt Nagykörűben élni? Én szeretek. Igazából nem eredeti Nagykörűi vagyok, de már nagyon régen itt élek. Én szeretek itt élni, jó közösség. Az a helyzet, hogy ez a rendezvény egy kicsit a te gyereked is. Hogy nézel itt körbe szét ilyenkor? Sírok. Őszintén mondva, amikor tavaly az elsőt csináltuk, ezt épp az előbb meséltem, a kolléganőtöknek tulajdonképpen folyik a könnyem, egyszer annyira meg vagyok hatódva, mert ez az a hangulat, amit megálmodtunk, és ez pontosan teljesül. Az a közönség van itt, aki ezt a hangulatot szereti, aki ezt a békés, egymás felé fordulós, helyi termékekben élvezkedős, minőséget keresős, ezt a nyári csodát vágyó embertömeget itt látni egyben, ebből a varázsolosan feldíszített téren, ez egyszerűen fantasztikus, imádjuk. Azt figyeltem, itt már rengeteg emberrel készítettem interjút, és én bevallom őszintén, azt hittem, hogy mindenki Nagykörűi lesz, egy csodát. Budapesttől Sopronig vannak itt emberek. Igen, ez most már azt lehet mondani, hogy Nagykörűnek van egy nagyon-nagyon jó értelembe vett jó híre, hírneve. Rengeteg embernek van háza, nyaralója, sőt, akár most már letelepülve is idegenből ide költözött emberekről beszélünk. Nyilvánvalóan Szolnok fontos szomszédság nekünk, rengetegen Szolnokról járnak ki. Ma ugye a Tisza Virág Fesztiválban, kint ezt talán nem kellett volna mondanom itt, de minden esetre kevesebb szolnoki vendégünk van, de valóban így van, és egyébként nemzetközi is a dolog, mert hát a legtávolabbról érkező vendég azt hiszem most Új-Zélandról van itt. Az éjszakai vásár alaposan elfárasztott bennünket,
Még az is lehet, hogy ittunk egy kis bort, úgyhogy nagyot aludtunk azon az éjszakán, mégpedig egy takaros kis portán. Ha van falusi turizmushoz illő hely, akkor ez biztosan az volt. Régi házikó, csodás kerttel, és természetesen egy cseresznyefával, amelyről rögtön megvolt a reggelink is. Én ébredtem először, vicces volt, ahogy a csapat tagjai szemüket dörzsölgetve előbújtak a madárdalra és a kakas kukorékolásra. Hát így néz ki egy cseresznyefa. És ha már előbb említettem Ottót, aki szeret üdögélni, jó reggelt kívánok! Hogy aludt itt nagy körülben? Hát, mint a cseresznye. Az hogy alszik? Hát így csöndben a fárlóban. Na, hát Ottó, ugye előbb mondtam, hogy szeret üdögélni, úgyhogy már meg is érkezett, azért ma még elég komoly melóink vannak. Például mindjárt kimegyünk majd a Tiszára csónakozni egy kicsit, de előtte még megmutatom nektek újra, hát elképesztőek ezek a cseresznyék, csodálatosak. Reggeli után felkerekedtünk, hogy elmenjünk a nagykörűi Grósz Tamás csodakertjébe. Azt kell mondanom, hogy sok helyen jártam már az országban, sok érdekességet láttam, de ilyen szépen gondozott magánkertet, vagy merjük kimondani, magánbotanikus kertet még nem. Grósz úr és felesége időt és munkát nem kímélve építi, ápolja ezt a portát. De miért? És egyáltalán honnan az ötlet? A dolog végtelenül egyszerű, mind a ketten fogtechnikusok voltunk, és amikor csiszoltuk a fogakat, meg az egyéb dolgokat, lett egy beszűrődésünk a tüdőnkre, és már akkor kezdtük el beszélgetni, hogy abba kéne hagyni a szakmánkat. Én már akkor nyugdíj előtt álltam jócskán, és sikerült megvásárolnunk ezt a telket, és éreztük, hogy itt nagyon jó a levegő, mert ugye körbe vagyunk fákkal. És megvettük ezt a telket, nagyon leromlott állapotban volt, semmi nem volt benne szinte, és elültettük az első növényünket próbaképpen, és kinőtt. Elültettük a másodikat, az is kinőtt, és ugye vérszemet kaptunk, és elkezdtük vásárolgatni a különböző fajta növényeket. Gyakorlatilag is olyan növények vannak, amik ehetők, ihatók, gyógyítók, fűszerezők és különleges zöldségnövények. Van egy növény, amit úgy hívnak, hogy Pulmanoria officinalis, a neveiből is, hogy pulman, ugye lég, ez a pettyegetett tüdőfű, amelyik olyan anyagot tartalmaz, hogy a légutakban lerakódott ilyen kis bolyhocskákat feloldja, és gyakorlatilag kitisztítja. Mert annak idején, amikor jártunk Pécsre, mert ugye ott van ennek a központja, azt mondták, hogy ez nem gyógyítható, ami egyszer betokozódott, az örök életre ott van. Hát nem lett igaz. Ugyanis észrevettük egy alkalommal, hogy telefonálnak Szolnokra, a tüdőgondozóba, hogy nézzétek már meg, hogy a grószházaspárnak a leleteit, mert nem találjuk a problémát. És aztán mi mondtuk, hogy szedünk egy olyan növényt, de végeredményben nem mondtuk meg, hogy mi, mert nem megfelelően viselkedtek velünk szembe. Viszont a többi fogtechnikus kollégának mindnek elmondtuk, hogy mi az, amit kell szedniük, hogy meg ugye meg tudjanak gyógyulni. Most már nem érdekes ennyi évvel a hátunk mögött, tehát meggyógyított bennünket, illetve hát minimális lerakódás van, és ez volt a gyógynövényeknek az első vásárlása, és innen aztán alakult a többi is, így mi hiszünk benne, hiszen meggyógyított. Izsóp, perilla, szecsuáni bors, borbálafű, kerti ruta, vadcitrom, okra, tisztesfű. Csak néhány a mintegy 500 különleges ehető fűszer, növény és gyümölcs közül, amik a híres nagykörűi édenkertben, azaz Grósz Tamás és felesége Erzsi kezei alatt teremnek. Tamás egyébként nem csak imádja a növényeit, hanem mesélni is nagyon szeret róluk. Ennek mi is fültanúi lehettünk, amikor megmutatta nekünk néhány kedvencét. Ez az egyik legérdekesebb növény, itt nagykörülben nagyon jó, megszerette a talajt is, a levegőt is, mindent, úgy hívják, hogy jújuba, kínai datoja.
nagyon szép hozamokat hoz. Ez a fa, amit most itt látunk, ez körülbelül olyan 15 éves. Nem én találtam ezt ki, Miheller Balázs, egy másik kertész, aki ezt itt honosította, és hát meg fogom mutatni a befőtjét, hogy hogy néz ki. Jól el lehet rakni nagyon. Ez a másik növény, ezt viszont már én szereztem érdekes körülmények között, úgy hívják, hogy szecsuáni bors. Ez a fa, vagy bokor, ez is már körülbelül 10-12 éves, nagyon jó termése van, és rendkívül finom aromását teszi az ételt. Ez a másik növény, ez igazából egy magyar növény, ez a egybibész galagonya, és ez azért nagyon fontos, mert ennek a virágja is, és maga a termése is a szívre ható olyan gyógyító erőt képez, amit nem szabad kihagyni. A virágját is szedjük rendszeresen, illetve a termését, de régebben főztük, ma már semmit nem főzünk, mert a benne lévő vitaminok azok mind kimennek. Van egy olyan gépünk, amivel le tudjuk darálni ezt az egészet, és akkor vagy zselésítjük, vagy pedig fagyasszuk, és a felhasználás előtt készítünk belőle egy más formátumot. Ritka növényünk egyike, úgy hívják, hogy zergeszarva. És ennek a zergeszarvának az a különlegessége, hogy összefogja a bogarakat. Ott lehet látni, teli van odaragadt bogárral. Ez az egyik, hogy rendkívül jól dolgozik ezzel a ragacsosságával. A másik, hogy ennek a termését savanyítjuk. A következő növényünk egy rendkívül érdekes növény, úgy hívják, hogy istenfa. Ez egy ürümféle, és nagyon érdekes, mert hogyha ezt megdörzsöljük, akkor egy ismert italmárkát érzünk ki belőle, mégpedig lenne a Coca-Coláét. A 30-as években ez egy elterjedt növény volt, csak akkor volt egy hideg időszak, és ami Magyarországon volt, az mind kifagyott. Most kezd újból visszatérni, temetőkbe ültetik az illata miatt. Egy érdekes gyógynövényünk, és ez pedig a Orbánc-hű. Ez azért érdekes, mert mindenféle női bajokra jó, az olaját használják általában a gyógyászatban. Érdekessége az, hogy a sok kis apró luk van a levelein, mérhetetlenül sok. És ha egy erős fénnyel átnázzánk, akkor lehet látni ezeket a pici kis apró lukokat. A leveléből lehet ezt az olajat kipréselni. A másik növényünk, amelyik azért különleges, mert pont este 8:30-kor nyílik. Van egy történetem is hozzá, amikor a baráti köröm itt szoktunk beszélgetni, és szalonnát sütünk, nézem az órát, hogy lassan mindjárt 8:30 van, és akkor szólok nekik, hogy figyeljetek ide, kettőt tapsolok, és az egész kert kivilágosodik, és mindenfelé nyíl a sárga világ. És tényleg így is van, kettőt tapsolok, nyílik a világ, pontosan este 8:30-kor. Sok mindenre jó. Ennek az egyéves változata, mert ez 2 éves, a gyökérzete ehető, így meg most, ahogy van, a magja rendkívül finom gyógyászati olajat lehet belőle pésenni, és puhítja a bőrt, és a pórusokat is tágítja. Következő fánk rendkívül érdekes. Egy 2 deci melegvíz, egy kis levélvég, 2 vagy 3, majd meg fogjátok kóstolni. Beledobom a forró vízbe, és már is kész a zöldségleves. Brazíliából származik a fa, mahagóni. Ez egy igazi gyógynövény, annyira igazi, hogy akár pár hetes kis baba is szedheti, sőt, adják is neki, amikor szegények sírnak, mert fáj a gyomruk. Édesköménynek hívják, ebből is 2 féle van. Van a fenken, a gumós édeskömény, és van ez az egyszerűbb fűszerféle, de ugye gyógynövény is. Húsleves szinte nem lehet húsleves enélkül, mert annyira finom, kellemes íztat, hogy az hihetetlen. Itt a faluban volt egy úr, akit nem tudtak meggyógyítani az orvosok, és egyszer találomra azt mondtam, te mondom, figyelj ide, szakítok már neked belőle egy darabot, és hát majd meglátod, hogy jó lesz-e. És az úr jött egy 7 múlva, addigra megette az összeset, és azt mondja, hogy jó, mondom, jó, akkor megint itt van egy nagy darab, vigyél belőle, és létszer számoljába, hogy mi történt. Gyakorlatilag a gyógyíthatatlan gyomorbeteg meggyógyult. A kertem nem kicsi, 684 szögöl, és most körülbelül a
nagyjából a végében vagyunk. Számtalan más növény is van, itt paradicsomok, babfélék, egy érdekes növény, amelyik vad növény, a molyhos ökörfarkú, hogy itt jobbra végig egy batáta ültetvény van. Ezen az ültetvényről alkalmanként leszedünk 150-200 kg batátát, amelyik biztosítja a teljes évi batáta szükségletünket, mert hát nagyon szeretjük. Aztán egy másik különleges növény, amelyik úgy szintén gyógynövény, az izsóp, amelyik akár a nyílt sebre is rátehető, és most jön egy nagyon fontos növény. Úgy hívják, hogy vaspirág. Verbena officinalis, ez tartósítja például az uborkát, gyógynövény is, és senki nem használja semmire, pedig rendkívül fontos lenne. Tamás és felesége Edit asszony természetesen nem csak akkor fogyasztják ezeket a növényeket, amikor azoknak szezonjuk van. Amit csak lehet, eltesznek télire, és nagyon nem járnak rosszul. Most itt a jelenleg a nyári konyhánkba ülünk, amik valójában nyári konyha, hiszen egy fala szinte alig van, csak ez a pici kis bárpult. Alkalmanként itt szoktak ülni a vendégeink, itt beszéljük meg a nagy dolgokat, hogy kinek milyen magja érkezett, meg mire cseréljük, vagy ki mit főzött, és innentől kezdve már vérre megy az egész. Mi sokfélét készítünk és rakunk el, ezekből a sokfélékből kiemelnék néhány dolgot. A leglényegesebb ez az úgynevezett okra, bámia, vagy angolul hölgy új. Ez egy olyan növény, amelyik rendkívül kényes, Magyarországon nagyon nehéz megtermelni. A lényeg a következő. Június első felébe kell ültetni, láttuk is kint, hogy nagyon kicsik, és ha éjszaka 10 fokot kap, akkor abban az évben már nem lesz okránk, mert hogy trópusi növény. Mi 15-20 éve termeljük, ez egyik arab utunkról hoztuk a magját, és rendkívül finomságokat lehet készíteni. Itt többek között azok a séfek, akik nálunk megjártak, szinte mindegyik készített belőle. Megemlíteném az egyik legérdekesebbet, Mautner Zsófit, aki olyan kaját rittyentett belőle, hogy az nem igaz, de hát ebbe ő a profi. Másik növényünk, illetve hát befőttünk, az okrával kevert paradicsom. Hát ezzel semmi más nem kell csinálni, mint egy kis fokhagymát kell hozzátenni, és valami eszméletlenül finom kaját lehet belőle csinálni. Egy ilyen kis mennyiség két ember számára is elég, mert is rizst kell hozzáfőznünk. És a legnagyobb durranás szerintem magasan ő. A kamera nem tudom, mit fog látni belőle. Beszéltünk már odakint erről, úgy hívják, hogy zerge szarv. Ez egy kanadai őshonosságú növény. Kanadában szinte egyáltalán nem fogyasztják, sőt, több kanadai ismerős kérdeztem, hogy nektek milyen fajta az zerge szarv van, rózsaszín virágú, fehér, milyen? Fogalmuk nem volt, hogy mi. Mi gyártjuk és sikeresen tudunk cserebelélni ezzel a növényel, savanyítjuk, és valami elképesztően finom tud lenni. Tehát ez kemény marad, keményebb, mint az uborka, uborkára hajazó íze van, és amikor az ember összeharapja, akkor szinte szétrobban ez a hatalmas íz az ember szájába. Hát ez valami, viszik is rendesen. És egy másik, 3-4 fánk is van belőle, ez az úgynevezett som. Ebből mi lekvárt készítettünk, ugyanis nemrégiben hozzájutottunk egy géphez, amelyik a magot ki tudja szedni belőle, és ami a legfontosabb, hogy mi nem főzzük. Mert ha főznénk, akkor lőttek minden vitaminnak, meg egyebeknek, hanem hát nem mondjuk el, hogy hogy készült. Eddig tartott mai nagykörű barangolásunk, de még korán sem értünk a település látványosságainak a végéhez. Következő adásunkban csatlakozunk nagykörű polgármesteréhez, akivel megnézzük majd a többi között a tiszai strandot, utazunk a komppal, és főzőcskézünk is egy kicsit. Majd megkóstoljuk a nagykörűi pálinkát,
és megismerjük a látogatóközpontot. És hogy el ne feledjem, rácsodálkozunk a párját ritkító babagyűjteményre, illetve azokra a fegyverekre, amelyeket itt tőriznek. Szóval izgalmasnak ígérkezik a következő nagykörűi adásunk is. Remélem, akkor is velem tartanak majd. A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.